Nos, hát itt vagyok, ismét Emil bácsinál és Kati néninél, vagy Kati bácsinál és Emil néninél. A Kalibába, a gyimesekbe, ugra patakán, és itt vannak a sajtok. És jöttem egy-két kíváncsi turistával, akik Győrből jöttek. Meg Nádudvarról, meg Nyíregyházáról. És beszélgetünk. Na. Ó, jól ülök én itt. Tessék, csücsüljön a kályha mellé, ott meleg van, Emil bátyám. Na. Meg mondtam a többieknek, kérdezzenek. Mit szeretnétek tudni? Hogy élnek? Most mondta Kati néni, hogy 46 éve vannak itt az Esztenán. Hát igen, 46, de hát gyerekkoromban is itt voltunk. Gyerekkorában is? Gyerekkoromban is. Mikor csinálták itt az első aszfaltos utat a gyimesekbe, vagy ilyen betonutat? Vagy négy éve, ennyi. Ja, ugrapatakára, de nem ami keresztül megy a gyimeseken. Azt már régen? Még csau-csau? Azt régen csináltak. Egy az ugrapataki aszfaltot, tehát most csináltak, az nem régen. Aha, jó. Négy-öt éve. De itt ennek a... területnek én? Igen. Hát vannak kalibások, csak rengeteg kihalt. Rengeteg, akik kéne maradjanak, azok most nézik, fedik a vizét, de külföldön járnak, úgyhogy azok nem tudom, mikor állítsák meg, hogy csinálnak. És mit gondol, András fogja ezt csinálni maguk után? Hagyjám, András, aztán rosszul fogja, mert nem fogok többet csinálni. Jövőre nem jönnek már ide? Pedig úgy képzeljék el, rám írtak sokan, hogy jövőre akarnak ide jönni magukhoz. Hát, képzeljék el. Ha jó Isten engedi, és egészségben legalább mennyi lesz, de... Meg szeretnék kóstolni a sajtot, túrót, ordát, azt a finom szalonnát. Mit szól ehhez, Kati néni? Én nem tudom, én nem érem még, hogy kibúsuljak. Ne búsulj, de most miért búsul? A ló miatt? Igen, csak az maga tudja, hogy milyen sokat minket felhozott, hogy lávíts falat, mert a fiam vett egy csitkót, de mi mentünk az istenbe, újság berúgott, hogy áld, hely. Nem úgy kell mondani, feneke rúgott. Nem oda való volt az a ló. Maga is sajnálja a lovat, Emil bácsi? Nem. Már szolgált 22 évet. 22 évet? 22 évet. Szép. Hogy jó, de biztos, hogy... Képzelje el, Emil bácsi, ez a két fiatal, ki szeretnének ide költözni Erdélybe. Mit tud nekik tanácsot adni? Hát ide, mint a helyet is tudunk adni, ahova építsenek. Ide fel doktorné épített itt, mindjárt nem lesz. Hát tudunk adni, ha akarnak egy hamarit. Hogy van a terét, a keresztül belül. Ennyi. Mi is úgy építettük ezelőtt. Hát na hány éve? Nem egy-két épület van, ahol keresztül áram. Nem tegnap volt. Van két épület, két új épület. Hát Péter, engemet reménykedik, hogy én jövök rá, ne jövök hazaim milyenek létek, tudítok fájni. Izületes, ugye? Hát majd Kati néni azt kell, hogy hozok én is turistákat, megkínálja őket sajtokkal, elbeszélgetnek velük, nem Emil bácsi? Hát igen. Kíváncsiak az emberek arra, hogy önök hogy élnek, érti? Tehát mert nem tudják elképzelni, hogy itt is van élet a hegyek között. Kijönnek a turisták. Egy hónapot kéne csak lehúzzak, azt, amit mi intézünk. Kijönnek ide a turisták, lemennek a gyimesbükki ezer éves határoz, amin nem is ott van a határ, ugye Emil bátyám, nem. Hanem más út van. Most azt hiszik, hogy voltak a gyimesekben, azt nem is voltak. Érti? Mikor a 40... Mikor reggel 6 órakor kekáljunk, fogunk fájni. Volt egy magyar világ 40-ben. Akkor este 6 órakor fájni, akkor megutalja a helyet. Mert maros este van az ezer éves határ. Nem, itt nem van gyimesen. Lejjebb van. Nézem, kávét is szoktak inni? Hát igen, de megcsináltuk a lovasoknak, elmentek ki, hogy elmentek. Na, mi a baj, és ilyen kávéport vesznek, vagy mit? Darált kávét? Veszünk mi. Rendes kávét.
Ilyent veszünk, ezt így. Jaj, értem. De én csak reggelizok egy pohárfa volt, tegyük fél, melegedjél, megadjuk egy kurtyút. Na, köszönjük. Ah, meg már ételt esetek, csak Péter nagy belé, itt tegyen ingemet a Péter. Jaj, Péter, megint a fontos, fontos nadrágomban vagyok, hogy a hát, Kati néni, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok ember irigykedhetne magára. Hány éves tetszik lenni? Én 66-ot töltöttem, 67. Na, aztán mások fele annyi idősek, aztán járnak a fitnessterembe, aztán nyögnek, meg ilyen porokat esznek, képzelj el, amitől azt hiszik, hogy marha nagy izmuk lesz. De azokat kellene ide kihozni, szénát takarni. Hát ez aztán ez vagány. Minden nagy húz ki a felhő. Hát jó ez a kalap, hát milyen jól néz ki a ilyen terepmintás. De hazamentem Péter szombaton, és a leányom azt mondja, édesanyja, van olyan, hogy én is látom magam ott benne, és ő is, szerintem a hasonlókig. Azt mondja, édesanyja képzeled. Csak úgy le vagyunk maradva az ilyen... Miben látják magukat? Édesapa látta a tévében, már múltkáddén magam. A tévé is van a telefon. Ja, látta magát a tévében? Nem ő, hanem a leányunk. Jaj, és mit mondott? Jó, azt mondja, édesanyja. De én aztán nem is kérdettem, hogy mit beszélgetünk. Aztán voltak... Nagyon tetszik az embereknek. Magyarországi csóró. És azt mondja, hogy nincsenek is, azt mondja, erősenem az időkor veszem. Zsóka, mit szólsz hozzá a riporthoz, amit csináltam Emil bácsival? Ugye, hogy milyen jó? Igen. Zsóka is meg azért jött ki, mert ugye szereti ezeket a riportokat, ugye, amit csinálok így a emberekkel, ugye itt a gyimesekben. Mert mindenki vágyik egy kicsit más életre, csak az a baj, hogy nem tesznek érte semmit. Érti? Amit maguk élnek még itt, az rövid időn belül kincs lesz. Érti? Hát kincs, mert ugye, hogy nekünk is hogy gyermek. Na, az zondolás mi várdődik mindenfelé, de ha nincs család, az nem megy. Hát most is mondta nekem, hogy hozzunk neki fehér népet. Hol a Péter? Hát az nem úgy működik a bolonfejvel. Érem azt mondta, én öreg vagyok, fiatal. Nem, mert nem Oroszországban. Az oroszfejvét álljön. Ugyanaz. Nem, úgy működik. Cigán csóró volt, de a cigán becsavart. Az egész gyümest, ahol ilyen súf, mit tudom, bokrosult egyik másik, azt mondja, nézd, ez szőlő, és azt mondja, hogy egy nagy burzsúj vagyok, mit tudom, magyarázott a nőnek. Mikor eljöttek, még egy ilyen viskócska, egy olyan kicsi viskom volt, és egy végig cigán beállított, azt mondja, már puszil meg, azt mondja, hát édesanyja, jaj, azt mondja, én nem puszilom, az egy nagy cigány. Micsodák a csángok, Emő bátyám? Igazi magyarok. Igazi magyarok a csángok? Igazi magyarok a csángok. Étel után iszik egy kukkavit, ugye? Madéfalvát. Madéfalvát mészároltak, na, amelyik megszabad, meg tud szökni, azokban a hegyekben maradott meg. Úgy azért jött az, hogy csángó, aztán úgy, hogy elcsángálottak, úgy, hogy elbújdostak ezekben a hegyekben, mert itt az erdő. Erdő a földbe, szóval erdő is terület. Ez ugye a madéfalvi veszedelem, ugye? Madéfalvi veszedelem. Ha meg mentek akkor sokan Bukovinába is, a bukovinai székelyek, ugye? Klézsos, mit tudom? Szeretném. Igen. Úgyhogy... Jó, tettem volt egy kicsit, hogy úgy akartam, hogy csak... Közben meg Emil bácsihoz feljött két fiatalember, akik így tetőt fednek itt az egyik. Ott mit csináltok pontosan? Itt fennjük a druzsbát meg, nehogy. Ja. Hát de stíl, nem druzsba. Hát mi mondjuk druzsba? Tudom. Emil van, tudja vágni a rőzsét. Ha nem fogja, hogy nekem azt? Hát jó. Ez jó, jónak kell lennie. Na. Berántja könnyen, Emil bátyám, a láncfűrészt. Könnyen berántja? Jó, már. Jó, jó működik. De régen volt a kezemben ilyen stílfűrész. Druzsba. Ez nem most jött egy pár éve már. Igen? Na menjünk be. Közben hozott. Anna néni, Kati néni hozott közben sajtot, egy kis szalonkát. Hozok tudott, és már van. Kenyérkét. Orda nincs van, stávitta a fiam. És tessék mondani a ordát, hogy csinálja, Kati néni. Hát úgyhogy amikor a sajtot kiveszem a savóból, a savót felteszem a kajhára, és az feltő. Akkor van savom,
egy kis sót, egy fél litrét beletöltök, és akkor azt feladja az ordát. Leszedem, felakasztom, lecsepítsen. Kicsöpöske. Ezt a sajtot mikor tetszett csinálni? Már van 3-4, az meg van érve, ebből túró lesz. Abból túró lesz? Igen. Már másik kujjár olyan erősen friss, hogy abból nem lesz túró, szóval tegnap reggel csináltam. Éppen múltkoriban mondták nekem, ez olyan ez a szalonna, mint hogyha mangalicából lenne. Na. Mondtam a fiamnak, hogyan fejbe lapított. Nagyon távol van, vagy úgy csináljuk, hogy árébb vigyük, távol van az asztal. Jó, jó, ez így. Jó, ez így, tessék. De meg is fordíthatjuk úgy. Tessék, finom? Aha. Picit sót lenne. De van só is. Jó, meg már az öreg a múltkor mit tettem így. Ja, ja. A múltkor Emil bácsinak mondja, hogy hozza a sót, az porcukrot hozott, képzelj el. Akkor a fiatal embernek bemutatnám, hogy hova tudna építeni. Igen. Na. Ja, csak el, nem. Különösen papírától. Magyarországi pár, Nád udvarról. Nézzük meg. Közben meg folyik a reszelés. Akkor a bakort, a telekönyves birtok. Mármint a két telekönyves birtok? Igen, a kárten túlmal a birtokosság, de attól a két kárt között, az a nincs itt a mindenféle. Úgyhogy lehet a kárten árép hozni, lehet terül is. Mert már csinálnak ilyen hacsiljákokat, kicsi emeletes. És mennyiért tetszik odaadni pénzbe? Hát aztán megegyezünk. Na halljátok, majd megegyeztek. De itt nincs áram. És mekkora, az a legkevesebb. Az a legkevesebb. Mennyi porta tartozik hozzá? Az áram már luxus. Hát az a tartozik már. Négyzetméterbe tessék mondani. És akkor ott lehetne legeltetni kecskéket? Tessék? Kecskéket lehetne ott legeltetni fölül? Kecskéket, igen, ha van kecskéjük? Van. Van. Ha nekünk is van, valamár állunknak minden. Na. Estére megyek közben, benézek. Jéké, nem van. Ha, nekem tudod, mennyi fakon van? A hátizsákomban. Mindent itt vagyok. Na nézzétek. No. Mit adjok? Még egy rendőrön is ott, hogy hagymát két, hogy kell hagymát tudok adni, de még paradicsom. Itt úgy mondják, hogy ne fogyassz, hanem használják, igaz? Használják. Kati néni. Ülök, ülök. Én kérhetek hagyni. Na Zsóka, hogy ízlik? Nagyon finom. Nagyon fincsi? Nagyon. Akkor ezt mit mondasz rá? Első osztályú, mi? Hát figyeljetek, ami ennél biobb, az már csal. Én azt mondom. Ugye tiszta környezet. Isteni finom. Kár, hogy nem tudsz vinni magaddal haza, mi? Na. Most bólogatott, azt nem lehetett látni. Na. Király ez a szalonna. Én mondtam, figyelj... Már meg a hagymák még. Ja, hát én is most Dóri is szereti, majd viszek neki. Én annyira nem megeszegetem, de ebből a szalonnából majd kérek egy kicsit, vagy pakolunk, aztán viszek Dórinak is, mert nagyon fincsi. Ez is nagyon finom. Túró. Jaj. Sos. Hát majd ehhez hasonló túrós tésztát fog Dóri is készíteni nektek. Hát abból ti Zsóka kimaradtok, mert szerintem lehet, hogy holnap vagy holnap után bánhatod, hogy hazamentek, hallod. A távol van az agy. Nem jól tettük. A múltkor jobban tettük, Péter. Üljél le oda, te fehér nép. Nem volt... Hát többen voltak-e, Péter? Többen voltunk. Múltkor hatan, nem is velem együtt heten, mint a gonoszok. Na, mi ma este nem csókolózunk, hallod? Ez is benne van a filmben. Ha már egymás mellett alszolok, az nem. Na, hogy ízlik? Éva? Még nem tudom. Nem tudod? Még nem tudom. Nincs szalonnát is kóstoltad? Milyen nincsen? Egy ilyen az is nagyon jó. Minden nagyon finom. Hát figyeljetek, az a baj, figyeljetek, az a baj, hogy az emberek az ilyet nem értékelik, mert ki van írva, hogy
McDonald's például. No, az marha jó. Pityóka, saláta, hagyma. Ez is pedig még tovább is eláll, figyeljetek meg. Fogyasztható. Itt a kárvám, itt együk. Mik vannak itt, mit termelnek Kati néni? Puszulyka, pityóka, hagyma, saláta, murok. Murok az maiknak sárgarépa. Igen. És akkor mi azt tudjuk használni itt. Mi hazudról nem kell hozzunk. Jó. András a hozza a húst, azt megfőzzük. Maga megküldi lefele a sajtot, ugye, eladja. András, hogy András, a fiú. Akivel találkoztunk. No. Már a felé, mint a csajozós. Minden volt, mert a nyáron nem egy millió ember. Ne tessék ám ezeket pazarulni. Már végezik a nyart, és kezdjük befejezni. Jó október első, és ott ottól felé nem... És hogy zajlik, mennek le innen. Hogy zajlik itt egy disznóvágás? Idefél nem. Október 15-20. Akkor még tudok jönni ide, Kati néni, hogyha lesz olyan kíváncsi turista. Hát most már hívom Andrást. Most már. Hát András. Keményen a munkahelyen adnak. De ő följön minden nap, András? Nem. A héten nem is volt, hogy feljön. A tegnap hozott kenyeret nekünk, s húst, és akkor úgy volt, hogy a héten nem is. Régen, amikor megérkezett, hát én gondoltam, hogy a csitkót viszi el, csak azt nem gondoltam, hogy az öregló lovat is. Ja, elvitte a csikót is. A csitkós, az öregló mind a kettő elment. No. Na. Most aztán csak a szájunkat kebbé fogjuk, nem a lovat. No. Na, hát ő veszén, de hát ki tudja, mi áll lesz. Hát nem biztos, hogy... Na, hát én meg elköszönök tőletek. Gyertek el hozzánk a Kászonokba, az Akácos vendégházba, és akkor ide kalauzollak majd benneteket Kati nénihez, igen, meg Emil bácsihoz, igen, aki jó tart benneteket szóval, étellel. Na nézzetek, a fiú embernek vegyél le kenyeret unnott az osztorról, ha neki nincsen kenyeret. De fiú embernek itt van. No. De el szeretem. Na, egyik csak kóstolgat. Ez túl. Hát ne csak kóstolgass, egyél is, nyugodtan. Na, Éva. Na. Hogy ízlik? Most már kóstoltad. Na, mit kóstolsz? Szalonát is kóstoltad? Igen, azt teszem. Na. Jó van. Megjött Emil bácsi is. Megkizoljuk, de na. Amikor hazamegyünk most október 18-án, akkor otthon egyet elvább, hogy feldolgozzuk, és azt akkor álltsunk, és azt amikor költözünk, akkor persze még egyet. Fogd meg, Éva, hogy engemet is lehessen látni így a sarkait a telefonnak, és akkor elköszönök tőletek. Innen, jöjjön ide mellém Kati nénivel, kártam meg a Emil bácsi, és gyertek el ide ti is hozzátok, hozzájuk, hozzánk, mert az az igazság, aki nem jött el egy Kalibába, egy Imesekbe, vagy egy Esztenára, Esztena az már nem olyan, itt a kalibázás az még olyan, az igazából nem is látta Erdély, értitek? És Gyimesek nem csak a vasút, őrházból áll, hanem ebből is. Na, köszönöm. Karapjának félretévetem, mert a Péter azt most még ki tesz egy arról. Nem tettem még ki. Majd még ki csak... lesz. Majd ki lesz? És akkor láthatja magát. Akkor a leányom meglátszik. Láthatja magát a tévében. És a testvéreim meglátnak már. Azt fogják már mondani, hogy mama, maga egy tévésztár lett. Na, körülbelül. A testvérem, már van két leány testvérem, Szepszi Szentgyörgyön laknak. Hát ők már városiak. Egyik felhívja, és azt mondja, hogy Kata, te hólyas, mondom, én itt vagyok hosszú része. De hát azt mondja, a tévében meg van jelenben, mondom, nem megyek én a tévé felé, nem. Vedd el a széket, Emi, sül a Péter bácsi mellé. Tessék kinyitni a sparháltot, hogy lássuk a tüzet, hogy lobog nem benne. Nem teszek sok farmát. Ettől a picikétől nézzétek, olyan melegünk van ebben, hogy valami elképesztő. Azért nem teszek, hogy... De fenyő tüzel, no, fenyő van rárakva. Fenyőfog. Na, akkor, akkor szép napot kívánok nektek. Pasimmal már ettem hagymát, ővelem már nem csokkolózom.